Egy vásárló visszamegy az állatkereskedésbe, mondván, hogy a tegnap vásárolt tacskója 2 méteresre nő. Jó napot! Jó napot, elég hevesen néz ki maga. Maga szerint. El kell meséljem. Na. Itt voltam, vettem egy tacskót. Ugye tudni illik, maga az eladó a kicsi állat. Ne, komolyan egy tacskót vettél a közlekbe. Azt, ember, becsület szavam. Ha becsület szavára, de tudja el mekkora ára nőtt. Na. Találja ki. 3 méter. Nincs, amit csináljak vele. Én szemére venném azt a tacskót, ami azt illeti. De szerintem nem az nőtt 3 méterre. Ha ezt szerintem nem akarja látni. Tehát Dávid. Egy az egybe... Dávid. Vegye ki a fogsora, de komolyan, van idegesít. A fogsorom? Igen. De tudja, még ki fogsora idegesítő? A kutyája, amikor este lefekszik, és ha 3 méterrel oda is kezdi csattogtatni, érti? Végem van! Egyszerűen végem van! Én nem tudom elmagyarázni. Nagyon rossz. Tehát amikor van maga mellett egy 3 méteres lény... Borzaszt. Hát akkor menjen, vigye orvoshoz, hát mit reklamál itt nekem, mint valami? Hát visszahoztam, ha adjon más, vagy nem tudom. Vigye haza, próbálja ki milyen. Nóra? Ezt kiteheted a vitrínbe. Ha van akkora, de nem hiszem, hogy van. 3 méter, esküszöm, komolyan mondom. Ilyet még a mesékben se lehet hallani. Én se hittem el. Hát tényleg, egyik reggel felkelek. Urzasztón a 3 méteres taskó, hát papot kell ide hívni. Örüljön addig, amíg nő. Dávid. Felfújhatsz egy gumi sónakot. Sónakot. Bizony Istenemre mondom, fújjon fele 3 méteres gumi sónakot. Legyünk aktuális. Ha lenne, s adna, esküszöm, valamelyik folyóra feltenném, menjen el, mert most már úgy idegesít, nincs, amit csináljak vele. Én menjek el a bótomból, hát kifelé azon az ajtón, ne. Ha visszahoztam el, hogy csináljon vele valamit, hát mit csináljak? Nóra, egy hát elheszi az idegeimet. Nóra. Bevettem a gyógyszereket. Hát, még így is ideges. Annyi nyugtatót beszéltem, és még így is érti, hallom egy az egyben. Elmegyek otthonról, és otthon hagyom. Persze szétszedi a lakás. Hallom, érti, hallom, hogy csattogtat a fogaival. Olyan rossz. Magának biztos nem egy pszichiátriára kellett volna betévednie? Mondja. Gondolkoztam rajta. Hogy őszinte legyek, gondolkoztam, elmegyek terápiára ezzel a kutyával, kikezeltetem őt is, mert nem normális. Egyszerűen nem jött, hogy eltudjam. Az alma nem esik messze a fája. Dávid? Nem fér be a kulcsukon. Hát ez biztos, hogy nem fér be. Lehet, hogy a kulcsa se, de ez még annyira se. 3 méter, komolyan mondom. Én megmutatnám, és gondolkoztam rajta, hogy elhozom. Nem jött. A 3 méter, mert nem fér ki az ajtón, érti? Azt a hét nem fér ki a kulcsukon. Nóra? Nem. Hotdogot szeretnék enni. Nem ettem. Tehát addig ett az idege... Komolyan már enni sem vagyok képes. Maga most dönts el, hogy már ne akar menni, és mit akar kérni. Nem tudom, érti-e? Nem tudom. Egyszerűen úgy összezavarom. Majd gyógyszerészet, étterem, állatkórház, pszichiatria, légy szíves. Na, kicsit moderált magad. Visszaveszél, mert látja, hogy szét vagyok esve. Ne válja az utca tovább. Én többet nem nevelem. De ezt mi nekem mondja? De tényleg, csináljon vele valamit. Milyen szívét most szabályozom, mindjárt kiesik. Nem az utca keze alatt volt eddig. Nem, mert maga eladta nekem. Eladta, pedig tudta. Én nagyon jól tudom, hogy maga tudta, hogy ekkorára megfogni, és eladta. Szerintem ez nem az én.